minket figyel ki. Javaslatom, hogy a tisztelt képviselők titkos szavazással mondja meg dr. Ferdinánd István megbízatását. Titkos szavazás lebonyolítása érdekében javaslom, hogy választunk szavazatszámláló bizottságot. Nem kívánom részletezni, hogy milyen okok vezettek ide. A napirendet megnyitom, tehát határozat képesek vagyunk. És ugye most azt látjuk, hogy egy alpolgármester maradt elfogytak, mint a tisztis régen, vagy Indián, és hogy lehet így működni. Hát, hogy egész egyszerűen az a napi üzemmenet, ami kell ahhoz, hogy az iskolák, óvodák, az egész területet le lehet így venni. És ha így most lehet működni, akkor nem volt eddig fölösleges két alpolgármesteri fizetés. Tehát nekem az a kérdés, hogy ki fogja ezt a dolgot úgy folyamatában vinni, a polgármester ugye parlamenti képviselő, jelenleg bizottság tagja, meg mindenfélét csinál, tehát hogy egész egyszerűen fog-e működni ez a terület így, ezen a módon, mint ahogy most is láttuk, hogy most a percben jött egy előterjesztés. Tehát nekem ez a kérdésem. Az önkormányzati világban, mint ahogy a parlament, az országgyűlésben is van egy minden gentleman's agreement, amelyben elfogadjuk egymás jelölteit, tehát amikor a képviselő úr, Várnai képviselő is jelölt valamely bizottsági, külső bizottsági tagságra bizottsági tagot, akkor azt az egyébként regnáló többség elfogadta, vagy ha a szocialista frakciót bizottsági tagságra tett javaslat, azt is elfogadta a többség, és ez általában fordítva is igaz. Tehát megszavazunk egymás MP tagjait, megszavazunk egymás embereit. Most a polgármester alatt a szintjét megszűrődjük vissza a mandátumát, a képviselői munkáját természetesen ezzel is a jogviszonyát, jogállását nem érinti, végezi tisztesség becsülettel ezt a munkáját, eddig egyébként az alpolgármesteri munkájával különösebb gondom eddig végezte nem volt, de nyilván abban a pillanatban, amikor a polgármesterrel egy szavazás során szembe helyezkedett, a polgármestert nem támogatta, pontosabban akkor fogalmazott pontosan nem biztosította a bizalmáról az egyik polgármester előterjesztést, a polgármester pedig úgy ítélte meg, ha az alpolgármester nem biztosítja 100%-ig a teljes bizalmáról, akkor a polgármester miért biztosítsa? Mivel ez a polgármester diszkrecionális jogkörébe tartozik, a megbízatások adása és visszavonása, már az egyik munkatörő jog gyakorlása tekintetében a jelölés, az a polgármester joga, a testület pedig majd eldönti, Bölcs belátására van bízva a képviselőtestületnek, hogy milyen döntést hoz. Én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a többség mindig támogatja minden frakció, minden kandidálást, tehát ebben a szempontból általában ezek nem szoktak problémát jelenti. Feladatok ellátása miatt kérem ne aggódjon, természetesen a későbbiekben, amennyiben megkapná a többséget a polgármester javaslata, akkor nem lenne annak akadálya, hogy esetlegesen mondom, ezen el lehet gondolkodni, hogy más személy töltse be, akár a külső státuszú a polgármesteri pozíciót, akár a belső körbe, azaz úgy értem a képviselőtestület tagjai közül, erre az önkormányzati törvény lehetőséget ad. Nincs ebben semmi különös, nem ez az egyetlen ilyen típusú, és arra kérdem ezt tisztelettel, hogy ebből nem feltétlenül szükséges országos polémiát csinálni, ez az egyetlen a polgármesteri pozíció, amelynek a visszavonására kerül sor, nem is az utolsó szerintem. Ez egy munkakapcsolat, az egyéb munkát jogkörök gyakorlásával legösszebben egy kibeletnél. Semmilyen vita közöttünk, vagy nem tudom, éles konfliktus nincs. Ez egy kapcsolat. Köszönöm szépen, ennyivel szerettem volna megválaszolni az olyan kérdésre. Az a kérdésem, hogyha a testület mégis úgy gondolja, hogy az alpolgármester erre együtt képzelje el a terület vezetését, akkor visszakaphatja a jogkörét. Mert nyilván az úgy értelmes gyerek a fizetősnap, akkor vigyen egy részt. De hogy tényleg egész egyszerűen nem látom azt, hogy az a rengeteg feladatkör, ami van egy önkormányzatban az a fajta részfeladatok, hogy az megoldható egy alpolgármesterrel, vagy a polgármester úr, akinek nagyon sok másfajta elfoglaltsága van. Itt azért ugye nem úgy történt, hogy most egyszer csak van egy ilyen szituáció, hogy egy alpolgármester már nem mondott, egy olyan ember, akit a polgármester hozott ide, tehát ráadásul nem is a testületből volt, hanem egy saját bizalmas, aki szintén úgy gondolta, hogy
nem tudjuk ki mit gondolt, de hogy valamilyen módon nem maradt a polgármester. Tehát, hogy itt lehetséges, hogy azért a problémát nem a felületekorban kell keresni. 2010-ben volt egy módosítása az országgyűlésnek, amelyet elfogadott, hogy amennyiben hatáskör nélkül van egy alpolgármester, akkor csak amennyiben képviselő, akkor képviselői díjára jogosult, illetve a címet használhatja. Tehát én emellett teszem le a láncsámat jogi szakvéleményként, tehát ha nincs hatásköre, akkor jogosult szerintem tiszteletére, illetőleg arra kihívott fel a figyelmet, hogy ne fizessünk olyan embernek, aki nem végez effektív, tehát nincs hatásköre. Nem kívánunk részt venni itt a szavazásban, vagy legalábbis is nem veszünk részt venni a szavazásban. Most még büntetlenül megtehetjük. Ennek rövid magyarázata az körülbelül az, igazából indokot sem kaptunk arra, hogy miért van szükség erre a szólásra, úgyhogy nem sokanak állást foglalni ebben a kérdésben, illetve úgy foglalunk állást, hogy nem szavazunk a kérdésben. Köszönöm szépen. Tisztelje meg a polgármesterét akkor azzal, hogy a polgármestert eldöntheti, ez az ő jogat, nem kell indokolnia, hogy miért kívánja megvonni a hatáskört, illetve hogy miért kívánja ezt a helyzetet megoldani. Két és fél éves együtt munkálkodásban számtalan surlódás adódik. Ez egy nagyon nehéz terep volt itt, azért valljuk be, Zugló önkormányzatát irányítani nem egy mindennapi feladat. Nagyon sok ember, nagyon sok problémával, nagyon sok örökölt problémával, amelyet úgy néz ki, hogy lassan sikerült azért felszámolnunk, elhasználódnak a kapcsolatok. Két indok, az egyik indok, ugyanazt elmondtam a vádlóinak, hogy jogilag ezt a kérdést rendezni kell, tehát miután a polgármester kimondta és kötve van a szavához, megmondta az alpolgármester úrtól a bizalmat, ezáltal én nem szeretnék olyan embernek jövedelmet biztosítani, amely álláspontra szerint az nem végzett munka után jár. Tehát amennyiben a státuszteszt fönntartjuk, és mondjuk én itt visszavonnám az előterjesztést, akkor fennállna a jogviszony, de viszont így hatáskör nélkül kapna, tiszteletdíjat egyik megállapítás, a másik, hogy talán emlékeznek az ominózus legutóbbi a közvéleményt is jelentősen, bár nem tudom miért, számtalan kormányzat veszállt, számtalan ingatlant és számtalan ügyben vitatkoznak, és ettől szép az önkormányzás, meg a demokrácia, hogy sokat vitatkoznak, nagyon kiérdelik, testületülésen sokat vitatkoznak, szembe mennek egymással, és így tovább, frakción belül, frakción kívül. De az viszont megengedhetetlen, hogy a polgármester, a polgármestere ne szavazza meg a polgármester előterjesztését. Sehol nem képzelhető el. A képviselők mandátuma, amennyiben nem frakciótagok, szabad, szabad belátásuk szerint hozhatnak döntést, csak a lelkismeretüknek és a jóistennek, akiknek vallása és hozzása szerintem a jóistennek felelnek, de egy munkavállaló, a polgármester, alpolgármester, az alp szóra hívom fel a figyelmet, az nem mehet szembe a polgármesterével. Körülbelül ennyi. Tehát én nem megyek szembe a főnökömmel, mert a főnököm. Tehát, ha szembe jön, akkor neki kell mennie. Viszont ebben a jogi helyzetben a testület mondhatja ki az igent. Amennyiben kimondja, akkor megszűnik az alpolgármesteri tisztsége. Ha nem mondja ki, akkor nem szűnik meg, csak akkor kialakul egy sajátos jogi helyzet, amelyet én másképp értelmezek, mint mondjuk a jogász. Ennyi lenne az indokom. Köszönöm szépen, vádlóimat. Még az a kérdésem, hogy a polgármester úr lába, hogy az oktatási terület, vagy a polgármester úr ezt az összes többi elfoglaltság, a parlamenti képviselő is miért, mert tudja a napi ügyekkel aktuálisan vinni úgy, hogy ez valóban az, nem tudom hány intézményünkkel, a napi kapcsolatban és minden megvan, és akkor képzeljük részt kell bevinni. Igen. Tisztelettel tájékoztatnám, hogy ön is tárgyaltam az óvodai körzetmódosításokkal összefüggő előterjesztés, amelyet a munkaközösség vezető asszonya pozitívan értékelt, hogy 10 éve nem nyúlt hozzá senki, én hozzányúltam. Gondolom, ön is örömmel fogja majd a publikációs jegyzékével ezt rögzítetni. 10 év után sikerült megoldani egy olyan kérdést, amit eddig nem oldottunk meg. Most megoldottunk, kicsit talán késve, ezt én értem, és méltányolom is az ön, vagy az akkori, vagy akkor tett megnyilatkozását, hogy nem másfél héttel kellett volna megoldani, de megoldottuk, és meg fogjuk oldani ezeket a problémákat. Köszönöm.
képviselő leadta a szavazatát. Köszönöm. Ez a szavazat számú bizottság megállapította, hogy a szavazásban 19 fő vett részt, 3 ugye igen, nem szavaztak. Érvényes szavazatok száma összesen 18 volt, egy darab érvénytelen, és a szavazati arány az 10 igen, 7 nem, 1 tartózkodás. A polgármester úr nem került visszavonásra. Ez azt jelenti, hogy akkor a minősített többség az összes képviselő létszámához igazodik, 12 fő. Akkor folytatnánk a munkát, ezt a napirendet lezárhatjuk. Igen, folytatjuk a munkát.